Mondjuk az a részhez, ahol elkezdődik. Na, így dolgozom egy tervet, és a társaimmal, akiket nevezünk mondjuk Tominak és Ákosnak, egyértelmű kommunikációs útmutatást adtam. Ezek kiterjedtek olyan dolgokra, amik terhelő bizonyítékként szolgálhatnak a egy bizonyítási egy eljárás során. De fontos volt bizalmi kapcsolatot is kiépíteni ezzel a szörnyeteggel. Siess, mert már nem bírok magammal. Júj, te kis perverz. Jó szívem, sietek, jó, bebi. Fogjátod bírni az iramot, kifsim. Fú, itt az egyik kezében az a baj, a kukker volt. Így nem tudta jól írni. El, hogy ne fogjon gyanút. Most egy vágott hangfelvételt fogtok hallani, ami sokakat felkavarhat. Gyerekek remélem eddig sem voltak a közelben, de a következő részt még sok felnőttnek sem ajánlom. Bebi, figyelj, ez felkarol, felkült, kérdezik, szerint teker. Srácok, fogjátok be a fületeket, a kicsik vagy, fogjátok be a fületeket, vagy nyomjátok ki a streamet. Figyeljetek, egy 2 perc múlva gyertek vissza. Akkor az nem probléma, hogyha nálam fiatalabbak, tehát most én vagyok 14, 12 körül. Nem. Akkor nem fog zavarni. Nem. Wow. És mennyire vagy tapasztalt egyébként? Tehát, hogy így... Nagyon. Fú, nagyon. Nem, előjáték még. És volt már dolgod ilyen fiatalokkal? Egyébként? Volt. Wow. Hát úgy fogok csinálni, hogy ez egy... Na most elmondom, hogy lesz a szisztéma. Na. Például most te vagy, ugye? Én vagyok én. De például... Már... Ki vagy nyalva meg, vagy ugyanazva meg. Minden... lovagolsz, akkor a más kránul a számra, a harmadikat meg majd kitalálom még. Azt mondom, barátom? Hát, hogyha a holnap... Wow! Fúú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 
olyan lesz, amilyennek elmondtad, az akkor igen. Valahogy egy olyan jó 10-20 perces a nyalás, aztán a, én 3-4 órás vagyok, nem az az 5 perces gyerek vagyok. Persze, mindjárt elhiszem neked, jaj, nem, nem az 4-5 órás. Te mit csinálsz 4-5 óráig? Hát fel kell a nap. Én... Hát ilyen srácok, én nem tudom, ezt tovább akarom-e nézni most itt. Én ezt most elsőször fogom, elgondolkodtam, hogy ezt most akarom-e nézni tovább. Na, annyi. Berepés, aztán 2-3 csak is más pütten. Wow. Ó. Elvágtál a sarat, Csajci. Ilyen kis tízes kantó vagy. Fúj! Kérdezre még kicsit várni kell, ugye mivel fiatalabb vagyok. Tudom. Szia Balázs! Én összes szeretnék költözni, nem csak az hogy az, hogy össze is akar költözni! Wow! És ez így bejön a gyerekeknek? Mármint, hogy akárhogy ezt már csinálta párszor, és akkor ez most ez így bejön a gyerekeknek? Összeköltözni. Az, összeköltözni a házasságot? Nem akarsz? Vagy mi? Remélem, kimentek a helyzet, és jól agyonverték egyébként. Találkozott. Komoly kapcsolat abból áll, hogy össze vagyunk költözni. Igen, csak még 14 éves vagyok, és akkor így... Tudom. Nos, de ez fontos, hogy tudnotok, tudja, hogy valójában egy kiskorú sem érintkezett, sem telefonon, sem más formában az elkövetővel, nyilván senki... De akkor, hogy amúgy nem. A csávó bedölt egy hangrögzítő, és nem hangrögzítő, hangfelvételnek? És nem. Hangtorzítónak? Mert tudom, hogy 14 vagy, persze, hát ez a jó. Fúj! De hogy érted, malapjáraton ez egy... Szóval, nem mindegy. Hogy tudod? A hangtorzítón azért hallod, nem? Nem veszélyeztettük semmilyen fejlődését vagy épségét. Különböző módszerekkel, hát, technikával értettük azt, hogy... Hát, hogyha az anyja hangja volt, érted, akkor azt hallja egy nő, nem? Ezen a ponton szeretném egyébként megköszönni a társaim munkáját, akik még piszkosul fiatalok, de elképesztően ügyesen és produktívan működtek együtt velem. Tudták, hogy hova kell írni, tudták, hogyan kell segítséget kérni, és nagyjából tudták, Jenix, hogy mit kell tenni. Rökké rájött, hogy hogyan működik a csak. Ákostól. Na de. A nap folyamán folyamatosan üzenetváltások voltak, nem csak közöttem és a srácok között, hanem a srácok között és az elkövetők között. Csali képek szerkesztése, különböző városzajok, hangefektnek való használata, tehát hogy próbáltuk minél valósabbá tenni ezt a történetet, és igyekeztünk minél inkább csapdába csalni ezt a mocskot. Újabb felkavaró felvétel következik. Dupla V amúgy. Mármint a Showtime-nak. Melyik volt a kedvencem? Ne haragudj, nem értem, hogy micsoda, melyik? Melyik volt a kedvencem?
Kármántyám. Ja, hogy melyik pult? Hát mert hárman lennénk, és hogy, melyik az, ami a legjobb? Hát kerestek, mindhármadoknál a 69-es lesz. A 69-es lesz? Tehát az ember szerintem élet, úgy beszél a szexről, mint hogyha életében nem csinálta volna amúgy. Tényleg, kb. Úgy kell elképzelni, mint amikor 14 évesek próbálnak kizét dörtit alkolni egymással. Kb. Olyan. Érted? Ők lehet azért beszél 14 évesekkel, mert ezen a szinten megragadt, mert fogyatékos vagyok. Nem tudom, arra még nem hallottam, hogy milyen. Majd benevezetlek benneteket, jó szükség. Bennetek. Befejetek, ez hányos ez a bácsi? Wow! Rendben. Kérek, kielégítlek benneteket. Ez igen! Két szem köz, 2, 4, 6, 8 szem köz, majd beszélni szeretnék veletek, jó? Jó, rendben. Ez még összeszámolja a szemeket, érted? Ez crazy. Ma 8 szem, aha. Ma 8 szem lesz az, amikor börtönben jól segbe raknak. Aztán a pedofilokat amúgy a börtönben nagyon durván szét szokták ütni. Mármint na, szóval tényleg, amikor tényleg, hogyha bemegy valaki a börtönbe, és tudják, hogy amúgy, hogy gyerek molesztáló, meg pedofil, meg ilyesmi, azok nagyon durván elkapják ott. Nagyon durván. Majd ott lesz neked 69-es. Rendben. 69 faszt kapsz. Ha? Elzsalnék. Wow. A társaim nem a fővárosból segítkeztek, így a találkozóra Patrikkal mentem, mert szerettem volna, hogyha nem csúszik ki a kezeink közül, legalább tényleg ott legyek, vagy hogyha valamilyen úton, módon ez mégis megtörténik, akkor pedig felvétellel tudjak szolgálni a rendőrségnek, hogy ott volt, és ki volt ő, és társai. Az idő 15 óra 55 volt, itt azt kellett megoldanunk, hogy ő már a helyszínen legyen, de várjon, ameddig a rendőrség kiér. Most, hát nyilván azért így erre szépen megkérdezik. Kicsit olyan, mint a tolvajkergetők, nem? Csak a tolvajkergetők azok biciklike, szóval oda raktak egy biciklit, és ha ellopták, akkor érted, azokat utána mentek, és akkor lecsukták azokat az embereket, ez kb. Olyan, csak a pedofilokkal, érted? Ennek úgy van értelme. Mert a biciklikergetők azt olyan arcba nyomós volt, hogy na lop már el ezt a biciklit, aztán, hogy elkaphassunk, érted? Most igazi démonokat kapunk el, és hát kap el a Showtime. Tudtam őt, tehát nem tudtam oda menni. Szia, figyú, tudom, hogy egy gazember. Zsolti, tudom, azt mondom, hogy most nem. Állat, vagy megvárnád a zsarukat? Ez így valószínűleg, hogy ez így életszerű. Itt vagyunk már a Széll Kálmán téren. Ha minden igaz, akkor az emberünk 5-6 perc múlva megérkezik. Ez lesz az a pont, amikor fel fogom hívni a rendőrséget, hogy itt van, hiszen ez nagyon fontos, hogy valóban eljöjjön a találkozóra. Ugye írásban is, meg most már hangban is, rögzített hívásban is többször elmondta azt, hogy tök mindegy, 12-13 vagy 14 éves. Tisztában van vele. De tudom, hogy 14 vagy tudom, hogy 14. Sőt, bárs 12 lennél, majd elképzelem. De várjál, de hogyha most itt nincsen gyerek. Szóval nincs itt egy gyerek se. Csak ők vannak itt a Showtime, meg egy kamera. Akkor hogyan, most ő nem veszi észre, hogy itt valami baj van? Szóval ezt nem értem, hogy oké, nyilván, ja, igaz, az ilyen emberek nem okosak. Igaz, túl sokat vártam mellett az embertől. Igazad van. Aki ilyet csinál, az nem valami okos. Köszönni szeretné, hogyha a lányok... Az ügyidál, halljátok, nem lát? Kajak, korábban ide jönne a csávó, és akkor megkérdezni a Zsoltit, hogy bocsi, ön nem látta erre három kisgyereket, akik nagyon kanosnak néznek ki? Én kinézem belőle amúgy. Éreznék őt, undorító, bocsánat, ez egy nagyon, nagyon, nagyon furcsa helyzet ez. Hát amúgy igen. Hát gondolj bele, amúgy beszélni, amúgy tényleg nagy respekt annak, aki beszélgetett vele. Nem tudom, hogy Zsolti volt eltorzított hanggal, vagy tényleg valaki, mi anyuka, vagy majd itt írtak cseten, de hogy tényleg az, aki beszélt vele. Melyik őtöknek lenne gusztusa beszélni egy ilyen emberrel, úgyhogy eljátszom, hogy kisgyerek vagyok, és beszélek egy pedofillal, hogy ő hogy meg akar engem dugni, meg 69 ezer, meg ilyeneket akar. Azért gondolj bele, tényleg az ember, aki ez így beszélgetett vele, meg így eljátszotta, nagy respekt neki, mert ez azért nehéz, ez azért, mentálisan ott kell lenni. Egy komoly téma, nem, én inkább nem akarok viccelni. De azért most nem én nézem, mert érdekel. Betartóztatják, beviszik, kihallgatják, minden bizonyíték itt van nálam. Nem akarom nagyon lehúzni a hangulatot. Ha nem, azért nagyon-nagyon furcsa. Igen, mókázos streamet akarok. Úgyhogy hát most indulunk, és reméljük, hogy ő is itt lesz, elvileg már a Mamutban van, küldött magáról képet. Na én akkor értesítettem a 112-t, a második keleti rendőrség kapta meg az ügyet. Akit ismersz, az úgyis írni fog, vagy látni, megvan a telefonszámán, megvan a név. Érted? Ismeretlen számot nem vegyél fel.
Ha kivéve akkor, hogyha tudod, hogyha vársz egy hívást, akkor oké, okay, de amikor, amikor nem vársz. Jó van már, bocs. Bár egyébként én azt gondolom, hogy ezt ők maguktól is tudták, de hát ilyenkor nyilván minden milyen olyan kép? Dolog eszembe jut, hogyha esetleg végig is van. Értesítettem a 112-t, ahol a második kerületi rendőrség kapta milyen meg kép? Az ügyet. Kértem, hogy ne szirénázzanak és ne is keltsenek feltűnést. Bár egyébként én azt gondolom, hogy ez. Hol volt ez a kép? Nagyon furcsa dolog lesz, úgyhogy itt jó? Úgyhogy hát most indulunk, és reméljük, hogy ő is itt lesz. Elvileg már a Mamutban van küldött magáról kép. Hogy a faszomban nézel ki, te? Fúj! Fúj! És gondolj bele, ilyen emberekkel ne sétálsz az utcán, érted, és nem... Jó, ránézel, látod, hogy amúgy érted. Ilyen... Na. Szóval, na. Nem a top 1% izé, hanem az alsó 1%-ba tartozik. De hogy elsőre ezt nem gondolnád, hogy mondjuk pedofil. Oké, okay, fogyatékos, meg érted, hogy néz ki, meg stb. És ilyenek emberek sétálunk el. Hogy nézel ki? És egy ilyen képet küld el. Na, én akkor értesítettem a 112-t, ahol a második kerületi rendőrség kapta meg az ügyet. Kértem, hogy ne szirénázzanak, és ne is keltsenek feltűnést. Ja, így, hogy... Bár egyébként úgy, hogy azt gondolom, hogy kiköpi ezt ők maguktól is tudták, de hát ilyenkor nyilván minden olyan dolog eszembe jut, hogyha esetleg végig is valami tudod, valaki az útjukban van, és akkor ráberregnek, akkor ne. De hát figyelj, az életem leghosszabb másodpercei voltak. Mármint? Előttem 15 méterre egy szörnyeteg. Egy gyermekbántalmazó. És a rendőrség még mindig sehol. Nagyon nézelődött, azt gondoltam, hogy talán gyanút fogott. Közben írt és hívta a lányoknak gondolt fiúkat is, akiket ugye hivatalosan a sztori szerint a találkozóra várt. Óvatosak lehet egy srác. Mi van, ha elmegy? Hogy állítom meg? Hát elmegy. Megállítsam-e egyáltalán? Az a terve. Tudtam, hogy most ennyire közel a célhoz nem csinálhatok hülyeséget. Vártam, imádkoztam. Tudtam, hogy nem veszíthetjük el. Közben egyre többször találkozott a tekintetünk. Zsolti, nincs mese. Ha el akar menni, oda mész, lefogod, a kamera ember üti, te meg fogod. Ennyi, kész. Debül taktik. Ezt teljétebb a 69-be. Egy kicsit meg is ijedtem. Talán felismert, vagy nem tudom. És ekkor végre megjelentek a rendőrök. Én jeleztem is nekik, pontos leírást adtam a célszeméről, a ruházatáról, így tudták, hogy ki az. Amit egy picit nem értettem, hogy az egyikük azt gondolta, hogy hát még itt az elfogás előtt akkor megáll velem egy kicsit csacsogni, ezért elég erőjesen tovább küldtem őt. Gondolj, mert tényleg oda menne a rendőr, aki amúgy csak hívt, lehet egy rendőrre beszélt, és jött a többi, és akkor várjátok, tudom, hogy el kell kapni ezt a pedofilizét, ezt a ragadozót. Te várjátok, ott a Zsoltány, várjátok egy képre, gyertek már oda gyors, na, ráér, nem megy el, nagy, egy gyors képet, lőjünk már Zsoltival. Érted? Ott a pedofil csávó, akit el kéne kapni, egy ragadozó. Ne, végig gyors, ott a Zsolti. Hát hányszor találkozok a Zsolti? A pedofilokat minden nap kapunk el, de Zsolti. Wow. Azért ezután is bocsánat, de így nem tűnt ez az egész logikusnak. Hát de szerencsére elfogták. Meg volt. Megvan. A ruházat átvizsgálás során a táskájában egy plüss mackót és néhány játékot is találtak. Amikor ezeket megláttam, akkor azért összeszedtem célszeméről, a ruházatáról, így tudták, hogy ki az. Amit egy picit nem értettem, hogy az egyikük azt gondolta, hogy hát még itt az elfogás előtt akkor megáll velem egy kicsit csacsogni, ezért elég erélyesen tovább küldtem is bocsánat, de így nem tűnt ez az egész logikusnak. De szerencsére elfogták. Megvolt. Megvan. A ruházat átvizsgálás során a táskájában egy plüss mackót és néhány játékot is találtak. Amikor ezeket megláttam, akkor azért összeszorult a torkom. Fradi. Nehezen találtam a szavakat. Dühös voltam egyszerre és szomorú. A rendőrök szomorú. Rövid vallomásomat egyébként ott rögzítették a helyszínen, és a parancsnokot kivéve mindenki nagyon emberi volt. Parancsnok az miért? Őt nem tudom, hogy mi lelte, de neki miután itt se nem köszönt, se nem mutatkozott be, nem olvasta fel, vagy nem mondta el a jelvény számát, se fogalmam nem volt, hogy csak a vállapjáról tudtam a biztos lenni abban, hogy ő valóban az, akinek a kollégája bemutatta. Tehát, hogy míg ő tényleg nem állt velem szóba, akkor az etikettet felrúgva nyújtottam neki a kezem, köszöntem, bemutatkoztam, de ő nem volt hajlandó velem kezet fogni, mert úgy egyáltalán nem nagyon volt hajlandó úgy hozzám itt szólni. Van, mostanáig nem Vince, tudom, ott van kitűzve a Discord nem, link, ne ideges is felejtsd. Ez egy nagyon fura dolog, hogy én abban a helyzetben azért ez nekem sem volt egyszerű vagy könnyű, tehát rendszerint, amikor ilyen helyzetet tudok meg, ilyen helyzetről van tudomásom, azért
ez engem is megviselt, tehát jó lett volna mondjuk az ő támogatását is érezni. Na de rajta kívül egyébként mindenki extra jó fej volt, úgyhogy nem volt ezzel probléma. A nap a második kerületi kapitányság véget, ahol a gyermekesevédelmi osztály nyomozói hallgattak ki, foglaltak le tőlem bizonyítékokat, nagyjából úgy éjfél körül végeztem. A nyomozólány fiatalabb volt nálam, de vérprofi. Megkérdeztem tőle egyébként, hogy nem szoktak-e befolyásolni őt az érzelmei, vagy nem szoktak-e eluralkodni rajta. Mert hogy nekem az egy tök idegen érzés volt, amikor ott megláttam a macit a táskájába, akkor így nagyon összeszólt. Dupla vérrendőrök. Nagyon, fúj, itt, na, nem voltak szép gondolataim. Gondolom. De azt mondta, hogy célra koncentrál, hogy aki bűnös, az bűnhődjön, és hogy a gyerekek biztonságban legyenek. Szép ez, de szerintem azért egy picit füllentett, mert hogy biztos vagyok benne, hogy vannak esetek, amik ők is megérintik, hiszen emberből vagyunk. Hát, nem mi tudom, lesz az mennyi, sorsa, mennyi azt nem ember. Tudom. Van egy olyan érzésem egyébként, hogy itt a jegyzőkönyvre írt tak alapján, bármint hogy amilyen ügyet, vagy amilyen ügybe sorolták ezt, szabadlábon fog védekezni, de ez majd kiderül. Igazából ez már a rendőrség dolga. Tudnak róla, elkapták. Én azt gondolom, hogy valószínűleg enyhe büntetést fog kapni sajnos, és a börtönt azt nem is tartom esélyesnek. Wow. De legalább felkerült a térképre, a polcra, wow, oda, ahova való, és, wow, és tisztában vannak vele, hogy wow, ki ez. Ezért még nem egyszer hangsúlyozom, semmit, hogy nem minden eset végződik ilyen szerencsésen. És azért, mert el lett kerülve. Azért, mert el lett kerülve a szituáció, szóval, hogy érted, nem volt ott teljesen kisgyerek, ezért nem kap akkora büntetést. Jaj, mert csak eljátszottam, meg vicceltem, érted, mit ezt mondja, és akkor elhisszük, hogy mi. Azt mondta, hogy már csinálta, bevallott a telefonba, érted? Az ő hangja, vissza lehet, szóval a rendőrök vissza tudják hallgatni ezeket a hívásokat, és vissza fogják szerintem, és benne van. Az összes hívását visszanézném ennek a csávónak, és fixen kiderülne. Végig nyomoznám a csávót, és fixen kiderülne az, hogy nem egyszer csinálta. Ha valószínűleg azért nem kapta, hogy amúgy nem csinált semmit, szóval bűn most nem követett el, csak bevallotta, de amúgy érted, ennyi bizonyítékunk van rá. Szóval érted, ez a baj. De én azt mondom, hogy ez nem nézzük utána, akkor vissza a telefonjába hívásokat, írásokat, messenger, stb. Képek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. W videó, srácok, egy lájkot mindenképp beküldöm nektek ide. Ahányan vagyunk, mindenki legalább egy lájkot, tudom, ez nem sok ahányan vagyunk ahhoz képest, de mégis pár like, küldjünk neki love, szeretet, ez egy nagyon jó videó volt, ez a mentalitás szerintem nagyon jó, hogy ezzel foglalkozunk, és ennek hangot adunk, érted, nem az van, hogy elsusmorogjuk.